Le Fontaine, a gazda szeme. Egy szarvas, amelyet a vadász üldözött, menedéket keresett az ökrök között. Ezek istálójogba be is fogadták, de neki azon józan tanácsot adták. Mivel ott bátorságban élte nem lehet, menjen minél hamarabb, a merre mehet. De ismét esdekele és a szállásért, Nekiek kövér, buja legelőt ígért. Csak hogy el ne árulnák és hallgatnának, Mit ők fogadtak, s hiven meg is tartának. A cselédek fős alá jönnek és mennek, Mert serényen dolgozni szükség mindennek. A tehenek rendesen mind megfejetnek, A cselédek a szokott órán etetnek. Kötelességét minden hívem megteszi, de a vendéget senki észre nem veszi. Már a szarvas életét nem is féltette, de egy tapasztalt ökör figyelmeztette. Pajtás, úgymond, ne örülj, hátra még a baj, ha a gazda előjön, akkor neked jaj. Száz szemmel ruházta fel Isten a gazdát ő minden cselédinél élesebben lát. Már közelget, már hallik harsány szózatja, Vizsla szemeit minden helyre forgatja. Parancsolva teszi a rendeléseket, Rendre pirongatja a rest cselédeket. A marhákat miért jobban nem ápoljátok? A romlott izéket miért ki nem hordjátok? Ha csak nem parancsolom, le nem szeditek a pókhálót, s a rácsot meg nem töltitek. Míg így szemesen fürkész minden tárgyakat, megpillantja az ágasbogas szarvakat. A cselédséget tüstént összehivatja, a szarvast a szegletből kihúcoltatja. Belőle vendégséget üt vacsorára, szomszédit is meghívja Viglakom